Elhiszitek? Ez nem csak egy másik ilyen fán projekt, hanem ezt konkrétan a Coca-Cola-nak készítettem. Tényleg, még mindig nem tudom elhinni. Jött a lehetőség, és egyszerűen éltem vele. Mindig élned kell a lehetőséggel, utána pedig felnősz a feladathoz. De mondd meg te, mit szólnál ahhoz, hogyha ezt az Instagramjukon látnád? Azt mondanád, hogy mi a fene ez a fos, vagy azt mondanád, hogy na, végre valamilyen király kis kreatív, creamy termékbíról. Kérlek, mondd el a véleményedet a kommentbe, adjál feedbacket, nagyon szívesen olvasnám el. Oké, ennyit a menőzésből, vagy hát nagyon remélem, hogy ez nem menőzésnek tűnt, mert egyáltalán nem az volt a cél, az örömömet akartam megosztani, mindegy. Üdv egy másik tutoriálban, ahol meg fogom mutatni, hogy hogyan vágtam össze ezt a Coca-Cola B-rollt. Annyi mindent kellett vele csinálni, mint például hogyan jött össze az, hogy a dobozok előtt van az a kis drop, meg a citromok, vagy például ezeket az átmenetek a dobozok között, vagy egy patternt létrehozni, és ennyi sok Coca-Cola dobozt egymás mellé rakni, ami még a kimaxolt MacBook Pro-mat, az M1 Max-os procival is, hát elég komoly feladat elé állította. Rengeteg hacket alkalmaztam, amit mind meg szeretnék neked mutatni, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig ezt a videót, ígérem, biztosan fogsz állni valamit, amiből tanulhatsz. De először, intro! Ma egy vágásnak a szétboncolását hoztam neked, konkrétan a Coca-Cola B-rollt. Egy ideje vágtam ezt meg, és három klippet szeretnék megmutatni, szóval kezdjük azzal, ami a legdurvábban terhelte a kompjúteremet, amikor rengeteg dobozt látsz a jelenetben. Nem fogom elmondani azt, hogy hogyan vettem fel a dobozokat, és hogy használtam green screen-t, vagy hogyan csináltam meg ilyen transzparens keyed hátteret, hogy tudjam ezt használni ezekre. Erre van egy dedikált videóm, és linkeket a leírásban hagyok, illetve a videó végén is lesz. De amiről ma beszélni fogunk, az az, hogy miután felvettem mind a három különböző ízt, és megcsináltam ugye a transzparenciát, és készen voltam velük, igazából egymás mellé raktam, és rengeteg úgynevezett compound klippet használtam. Rengeteget. Szóval a végleges compound klippemben, ami egy ilyen kis gyűjtő layer, ha úgy tetszik, 13 másik compound klip van benne. Igen, jól hallottad, 13 compound clip van a compound clipben. Szóval válasszuk ki az egyiket, és itt még 5 darab klipet találsz, ami konkrétan az exportja, a rendelerése, amikor már ilyen transzparens háttere volt a dobozoknak. Itt csak egymás fölé raktam őket, ugye vertikálisan, függőlegesen, és hogyha visszamegyünk a nagyon durva 13 compound clipet tartalmazó compound clipemre, túl sok compound clip, főleg hanglisul. Na, mindegy, itt annyit csináltam, hogy csak a pozíciókat egymás mellé raktam, és így megkaptam ezt az óriási, nagy részt, amiben rengeteg doboz, Coca-Cola-s dobozom volt. És igazából ennyi. Ezután bármit tudsz csinálni a végső compound clippel, hogyha jobb klikkelünk rajta és kinyitjuk a videó animációt, láthatod, hogy ezen a ponton annyit csináltam, hogy a pozícióval, a mérettel, a forgatással játszottam, és így tudtam elérni ezt a végeredményt. Hogy tetszik, de várjál, még ne válaszoljál, mert most kivételesen nem foglak arra kérni, hogy kommentelj, illetve nem most. Mert először szeretném azt kiemelni, hogy tényleg csak a saját kreativitásunk adhat határt ennek. Van két másik klip, ahol ugyanezzel a logikával játszottam, csak picit mással. Például ebben, hogyha duplán ráklikkelünk ugye a compound klipre, akkor láthatjuk, hogy még 9 darab klipet tartalmaz, ami érdekes módon pont ugyanennyi, mint ahány Coca-Cola-s dobozt találunk. Véletlen? Nem. Coincidence? I think not! Szóval igazából 360-at elosztottam 9-el, mi 40 fok, és utána csak elforgattam, és a megfelelő pozícióba raktam őket, hogy egy teljes kört adjanak. Hogyha odafigyeltél a részletekre, akkor láthattad azt, hogy ide ilyen kis markereket raktam, ezt arra használtam, hogy pontosan ott legyenek a forgásban az egyes dobozok, mindegyik, mint ahol a többi, tehát össze legyen szinkronizálva.
Oké, menjünk vissza az alap idővonalra, a timeline-ra, és hogyha látod, rengeteg duplikációja van ennek a compound clipnek, és ugyanúgy a mérettel, az átlátszósággal, a transzparenciával és a gyorsasággal játszottam. Láthatod, hogy van valahol, ahol vágtam és előre meg hátra raktam még abból a klippet. Ezt azért csináltam meg, hogy még jobban az előtte és utána lévő részekkel, egységekkel még jobban össze tudjam hozni, de szerintem maga, hogy ez hogy lehet megvalósítani, átjön. Tényleg annyi mindent lehet vele csinálni, szóval igazából most jött el a te időd, mondd el, hogy te mit csinálnál vele, hogy tetszik, kommentelj kérlek mindenféleképpen, de sőt, van egy kihívásom számodra, ugyanis feltöltöttem a nyers fájlokat, magát a nyerset is, és már a transzparens háttérrel rendelkezőeket is, szóval töltsd le őket, és csinálj valamit belőlük. Persze, egy challenge nem lenne igazi, hogyha nem lehetne valamit nyerni, szóval itt szeretném megköszönni az Artistnek és az Artgridnek a partnerséget, nagyon szeretek velük együttműködni, és hogyha rámész az oldalukra és elindítasz egy trial-t, akkor le tudsz tölteni stock footage-ot, zenét, hangeffekteket, és onnantól csak a kreativitásod szab határt, hozz létre valamit, amit gondolsz, és mutasd meg. De tényleg mindenféleképpen mutasd meg, nagyon kíváncsiak, hogy milyen ötleteid vannak, úgyhogy kommentelj a like gomb alatt. Tudod, amit, hogyha tetszik ez a videó, vagy szeretnél a challenge-be lenni, akkor mindenféleképpen nyomj meg. Oké. Egyetlen egy klippünk maradt, de mielőtt azt megmutatom neked, beszéljünk egy fontos dologról, a hangeffektekről. Hogyha már egy ideje követsz, akkor tudhatod, hogy mennyire fontosnak tartom a hangeffekteket. Egyszerűen azért, mert egy következő szintre emelik az egész videót azt, amit megcsinálsz végeredmény. De ahelyett, hogy meggyőznélek, nézzük meg az egész B-rollt, zene nélkül, csak hangeffektekkel. És tessék, szerintem óriási a különbség. Most pedig az utolsó klipről. Ami melyik is? Itt van. Be kell vallanom valamit. Ez egy kicsit clickbaites volt, nem teljesen, de azt értem az alatt, hogy egy teljesen másik videót csak annak dedikáltam, hogy megmutatom, hogy ezt az átmenetet és a kis extra elemeket hogyan csináltam meg. Szóval, ha szeretnéd megtudni, hogy az hogy van, nézd meg ezt a videót. Plusz, hogyha szeretnéd tudni, hogy hogyan editáld a nyers klippeket, akár csak azért, mert érdekel, vagy pedig mert részt veszel a challenge-be, akkor itt van egy videó, amiben megmutatom azt, hogy hogy tudod a nyers klippeket kiszedni és egy transzparens háttérre rakni. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, lájkold, iratkozz fel a csengővel együtt. Nagyon sok tartalmam jön még, azt ígérhetem, hogy nem fogsz csalódni, de ha igen, leiratkozhatsz, de azt nyilván ne tedd meg. Mi lenne, ha találkoznánk itt valamelyik videóban? Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!